Íme tenyerembe véstelek be, markomba metszettelek. Egy kézi labda az én kezemben körülbelül száz lejt ér. Nagy László kezében viszont körülbelül 39 milliót, az attól függ, kinek a kezében van. Egy ecset az én kezemben pár lejt ér csak. Leonardo da Vinci kezében viszont már pár millió eurót. Tehát attól függ, kinek a kezében van. Egy teniszütő az én kezemben semmit sem ér, úgy is mellé ütnék, de ha az a teniszütő babos tíme a kezében van, akkor az világkupa győzelmet ér, mert attól függ, kinek a kezében van. Egy bot az én kezemben legfeljebb arra jó, hogy elkergessek egy kutyát, vagy éppen arra, hogy táncoljak vele. Ám egy bot Mózes kezében ketté választotta a vörös tengert. Látod? Attól függ, kinek a kezében van. Egy paritja az én kezemben talán csak egy gyermekjáték, de egy paritja Dávid király kezében hatalmas fegyverré lett. Legyőzte vele góliátot, mert az számított, hogy kinek a kezében van. Két hal és öt kenyér az én kezemben talán csak két halas szendvics vagy egy a oh, tíz óraim. De az öt kenyér és két hal Jézus kezében ezrek étkeztetésére is elég volt. Mindenképpen attól függ tehát, hogy kinek a kezében vannak a dolgok. Szögekkel a kezemben írtózatos kínokat állhatok ki, de semmit sem változtatok a tényeken. Ám a szögek Jézus kezében elhozták a megváltást az egész világnak. Látod, minden attól függ, kinek a kezében van. Észrevetted, hogy ez a mondat refrénné vált? Attól függ, kinek a kezében van. Tedd le hát félelmeidet, aggódásaidat, és reményeidet, álmaidat, életedet, kapcsolataidat, családodat. Pont most, ebben az időszakban, az Isten kezébe. Mert a te kezedben féltet kincsek ugyan, de megtarthatatlanul súlyosak. Isten kezében mindez elfér. Te magad és minden, ami fontos neked, s még az is, amit ő szán neked. Tedd le az ő kezébe, mert ott jó helyen van, hiszen tudod, minden attól függ, kinek a kezében van. Amen.